Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek, és ez itt az iPhone 15, ami egyrészt, mint alapmodell, idén fejlődött a legtöbbet az elődjéhez képest. Dynamic Island, USB-C, egy nagyon szerethető, kényelmes és jól használható telefon, egy számomra fontos hiányossággal. Komoly vetétársa a tavalyi Pro modellnek, épp ezért a videó fő kérdése, hogy iPhone 15 vagy 14 Pro. Az Apple az idei alapmodelleknél a pasztelesebb, kicsit ilyen sápadtabb színekre ment rá, nálam az iStyle-tól a kék színű Landort, ami szintén ilyen nagyon enyhe, leginkább babakék árnyalat. Ha rásüt a nap, akkor alig látszik benne a kék, de árnyékos vagy jól bevilágított környezetben már igen. Ahogy a Prohoz, a sima iPhone 15-ökhöz is egy szimtű, egy Apple matrica és egy szőtt, mindkét oldalt USB-C kábel jár tartozékként. Szóval iPhone 14 Pro vs 15. Nézzük végig a szokásos szempontokat, ami a design, a kijelző, a hardware, a szoftver, a kamera és az akkumulátor. Mindegyiknél, amelyik a jobb, kap egy pontot, és a végén megnézzük, hogy ezek alapján melyiket érdemes választani. Hogy miben új az iPhone 15, azt egy kivétellel ránézésre meg lehet mondani. A mat alumínium keret élei lekerekítettebbek lettek, illetve végre itt is mat bevonatot használtak a hátlapi üvegnél, mint a Pro-knál. Így egyrészt a telefon kifejezetten kényelmes, remek a fogása, és ha egyébként tok nélkül tervezett használni, akkor zéró kosz és maszat lesz a hátlapon és a kereten, szóval szerintem designban és praktikumban nagyon jól sikerült kombinációt kaptunk. Ezen a ponton szerintem már senkinek nem mondok újat azzal, hogy itt is USB-C van, végre. Azt is tudhatjátok már, hogy a csatlakozó, illetve a kábel is USB 2.0-ás, vagyis maximum 480 Mbps adat átvitelre képes. Az Apple ugye szeret különbséget tenni a sima, illetve a Pro modellek között, a kamerák számán és az anyaghasználaton felül, az iPhone 14-től fogva a processzorban is van különbség, de az USB 2.0 fő oka, hogy az Apple A16 Bionic processzorban, ami ugye a tavalyi 14 Pro-ban is dolgozik, egyszerűen nincsen USB 3-as vezérlő. Nyilván gáz azért, hogy 2023-ban egy 400 000 forintos telefon USB-e 2.0-as, hozzáteszem azért nincs ezzel teljesen egyedül az Apple, például a Xiaomi 13 Pro is 2.0-as. Átlagfelhasználói szemmel én nem gondolnám, hogy ez problémát jelentene, én is nagyon ritkán használom a vezetékes adatátvitelt az iPhone-nál, nekem például fölösleges is, hisz ott az AirDrop, illetve az iCloud, de nyugodtan cáfoljatok meg. A legtöbben szerintem örülnek, hogy végre USB-C, az iPhone 15-tel is lehet más eszközöket tölteni, támogat külső meghajtókat, perifériákat, monitort, csak a másolás lesz lassabb. Természetesen az iPhone 14-hez hasonlóan itt is megkapjuk az IP68-as por és vízállóságot, a NanoSIM plusz eSIM támogatást, a sztereó hangszorókat, a finom rezgésű Taptic Engine-t és a Face ID-t. Ugyan a rozsdamentes acél minőségibb anyag, de a kényelem, illetve a maszatmentesség miatt ezt a pontot az iPhone 15-nek adom. Az új készülék megkapta az iPhone 14 Pro legnagyobb dizájnbeli változtatását, a Dynamic Islandet, a kis ovális kameraszigetet, ami különböző alkalmazásoknál extra információkkal szolgál, tudsz interaktálni vele, én főleg zenehallgatásnál szoktam használni, és egészen megszoktam már. Az iPhone 15 OLED kijelzője ugyanúgy maximum 2000 nit fényerőre képes, mint a tavalyi Pro-é, a felbontása is korrekt, de továbbra is 60 Hz-es. H. András is említette a videójában a beszélgetésünket, szerinte a legtöbben nem fognak olyan gyorsan görgetni a telefonon, hogy észre lehessen venni a különbséget a 120, illetve a 60 Hz között, amiben van valami, viszont aki már látott és használt magas képfrissítésű panelt, azt szerintem észre fogja venni. Meg úgy egyébként is ezért a pénzért illik legalább 90 Hz-et adni, még akkor is, ha az iOS animációi 60 Hz-re is remekül lettek optimalizálva. Minden esetre, aki iPhone 13 Pro-nál régebbről tervez váltani, annak a kijelző ugyanazt az élményt fogja nyújtani ilyen szempontból. Fényerőben, felbontásban, színekben teljesen oké a HDR10-es OLED, a képfrissítés az egyedüli kifogásolni való, és ez az a hiányosság, amit a videó elején is említettem. Ebből az is fakad egyébként, hogy nincsen Always On kijelző, hisz ezt az Apple csak a Promotion kijelzőknél tette elérhetővé, és ilyen formán ezt a pontot az iPhone 14 Pro kapja. Hardware szempontjából mint két tojás, az iPhone 15 örökölte az Apple A16 Bionic lapkakészletet és a 6 GB RAM-ot, a tárhelyopciók pedig 128 GB-tól egészen 512 GB-ig nyúlnak. Tavaly volt egy kisebb felháborodás, hogy mi az, hogy az iPhone 14 ugyanazt a processzort kapta meg, mint az azelőtti 13, ami csak azért váltott ki szerintem ilyen reakciót, mert eddig minden évben új vassal jött az összes Apple telefon, de az igazság az, hogy az Apple A15 és az A16 is baromi erős, és ha csak nem a benchmark pontszámokat nézzük, nem fogunk észrevenni számottevő különbséget. Zárójelben megjegyzem, hogy az A16-tal nem is melegszik annyira a telefon, mint az A17 Pro-s Pro-k, de az Apple szerint ez egy szoftveres hiba, amit elvileg javítani fognak az iOS 17.1-jel. Zárójel bezárva. Hogyha összemérjük a pontokat, az iPhone 14 Pro és a 15 teljesen egálban van, itt-ott persze van némi eltérés, de ez egyáltalán nem számottevő. Az erőteszten is ugyanúgy 53%-os stabilitással végeztek. Az A16 Bionic-kal tehát abszolút kiváló mindennapi használatra, illetve játékra is. Ez szerintem itt most döntetlen. Ahogy lenni szokott, minden kompatibilis iPhone megkapja az új modellel együtt debütáló, friss új rendszert, ami jelenleg az iOS 17.0.2, viszont van funkciókban pár eltérés. Ilyen például az, hogy az iPhone 15 automatikusan felismeri, ha ember vagy állat van előtte, és magától készít egy portréfotót is, amin utólag állíthatod a fókuszpontot és a háttérhomályt. A 14-es szériánál ehhez portrémódra kell váltanod. Aztán a beállítások általános infónál van egy új akkumulátor szekció, ami a gyártás dátumát, az első használatot és a telóba rakott ciklusok számát mutatja. Ez csak az iPhone 15 szériánál látszik, és a töltés optimalizálásnál is lett egy 80%-os fix töltési opció, a korábbi modelleknél az optimalizálás csak ki- és bekapcsolható. Ezek azok, amik nekem feltűntek, ezeket a Pro tesztjében is említettem. Van egy másik előnye is az iPhone 15-nek. Az Apple ugye híresen sokáig támogat szoftveresen egy terméket. Az iOS 17-et még az iPhone XR is megkapta. A 14 Pro is nyilván még nagyon sokáig fog frissülni, de az iPhone 15 plusz egy év előnyben van, szóval ezt a pontot ő kapja meg. Nézzük a kamerákat. Itt ugye az alapmodellnél a nagy változás, hogy 12-ről 48 megapixelre léptek, de a kevés info alapján, amit például a GSM Arénának sikerült kideríteni, ez nem ugyanaz a szenzor, mint ami a 14 Pro-ban van, más a gyújtótáv, illetve a rekeszérték is. Az előlapon egy 12 megapixeles f1.9 rekeszértékű és autofókuszos selfie kamera található, a hátlapon pedig a már említett 48 megapixeles főkamera f1.6-tal és szenzoralapú stabilizálással, valamint van egy 12 megapixeles, de továbbra is fix fókuszú széleslátó. Funkcionalitásban az iPhone 15 szériánál a 24 megapixeles fotómód az új, amivel kicsit részletesebb lesz a kép, de körülbelül 50%-kal foglal csak több helyet, mint egy 12 megapixeles. Ha nem babrálod, akkor egyébként 24 megapixel az alapértelmezett. Ez az, ami az iPhone 15 mellett szól. Az iPhone 14 Pro ezen felül képes RAW-ban is fotózni, illetve ProRes videókat rögzíteni. Arról ne is beszéljünk, hogy az autofókuszos széleslátó kamerával ott a makrózási lehetőség, amit a 15-nél maximum a kétszeres veszteségmentes szenzorzummal lehet elérni, de közel sem olyan minőségben, illetve a 14 Pro-nál van egy 3-szoros optikai zoom is, ami szintén nem elhanyagolható. Nézzünk meg még pár képet. 4 telefonnal utaztam el Berlinbe, szóval van onnan is pár fotóm az iPhone 15-tel is. Nappal a két telefon főkamerája között szintén nagyon nehéz észrevenni a különbséget, mint a 15 Pro-nál, hiába nagyobb a rekesz a 15-ön. Az Apple nagyon ügyesen tartja a képprofilt, akár a generációk között is. Belenagyítva azért látszik a 24 megapixeles fotók felbontásbeli előnye, mondjuk éppen csak egy picit, ami talán hamarabb szembetűnhet, hogy az iPhone 14 Pro-nál 24 mm-es a lencse, így pedig nagyobb a látószög, ellenben az éjszakai fotók zajszűrése a 15-nél jobb. A széleslátó kamera látószöge megegyezik, de ugye az autofókusz miatt egyrészt a 14 Pro képén kicsivel több részlet vehető ki, például a Kecskeméti Városháza tégláira nézve, de a lényeg itt a makrózás, amiben a tavalyi modell sokkal-sokkal jobb. A kétszeres szenzorzummal készült fotók nagyon hasonlóak, itt nem tennék különbséget, de a 14 Pro 3-szoros optikai zoomját használva, például a címmerre közelítve, sokkal részletesebb a fotó, hogyha távolabbra néznénk el a telefonnal, akkor ez azért nem mindegy. Videózni az iPhone 15 szintén 4K 60 fps-ben tud maximum, mindkét oldalon, mindegyik kamerával, rögzítés közben is lehet váltani a hátlapi kamerák között, és leszámítva a makró videózást, valamint a telefotókamera hiányát, a minőség itt is pazar. A 24 megapixeles opció és az automata portré az iPhone 15 mellett szól, de a felhasználóknak nem ez lesz a fontos, hanem a makró és a telefotó, így kamera szempontjából az iPhone 14 Pro a nyerő. Ami az akkumulátort illeti, az iPhone 15-ben egy 3349 mAh telep van, ami 149-szel nagyobb, mint a 14 Pro-é. Az üzemidő ennek megfelelően picit jobb a 15-nél bizonyos körülmények között, a kijelző ugye 1 Hz-ig is le tud menni a 14 Pro-nál, de sok közösségi média használattal, játékkal és videólejátszással az iPhone 15 60 Hz-es kijelzője fölényeskedik üzemidő szempontjából, rajta 21 órán át lehet videót nézni, az iPhone 14 Pro-nál ez 17 óra. Szóval még egy pont a 15-nek. Az egy nap bőven megvan az iPhone 15-tel is, de ha a lehető legjobb üzemidőt keresed, amit iPhone-nal el lehet érni, akkor az iPhone 15 Plus-t érdemes választani, és egyébként a méretén kívül ez az egyetlen indok, amiért megfontolandó a Plus, minden másban ugyanaz. Tölteni bármilyen Power Delivery támogató USB-C-s töltővel lehet 20 wattal, amivel 1 óra 50 perc a teljes töltés, ami nyilván mai standardekhez képest még mindig lassú. A MagSafe itt is 15 wattot támogat, a sima csíszabvány pedig 7,5 wattot tesz lehetővé. Összegezzünk. Alapvetően az iPhone 15 egy nagyon fontos upgrade a 14-hez képest, továbbra is tartom azt, hogy egy 90 Hz-es kijelzővel sokkal jobb lenne a felhasználói élmény, de alapvetően megkapod a tavalyi csúcstelefon teljesítményét, az USB-C-t, a kényelmesebb házat és a főkamera felbontása is nőtt. A pontokat összeadva 3-2 az állás a 15 javára, de azért nagyon nem mindegy, hogy milyen súlyozással nézzük ezeket a szempontokat. Ha a tokban hordod a telefont, akkor a lekerekítettebb keret igazából tök mindegy. Ha 3-4 évig tervezed használni, akkor a plusz 1 év szoftvertámogatás szintén nem sokat nyom alatba, ami viszont igen, az a kijelző és a kamera. Ami az átlag felhasználói igényeket illeti, ez a kettő sokkal fontosabb, és ezt a véleményt úgy látom, hogy nagyon sokan osztjátok. Az Instagram szavazás alapján is többen választanátok az iPhone 14 Pro-t, ami egyébként nagyon hasonló áron van jelenleg, mint a 15. Az iPhone 14 Pro-t ugye az Apple kivette a kínálatából, szóval csak időkérdése, míg a szolgáltatóknál is elfogy a készlet. Ebben az esetben gondolkodás nélkül az iPhone 15-öt fogják a legtöbben választani, de amíg lehet, illetve a kártyafüggetlen piacon a 14 Pro jobb vétel, ettől függetlenül természetesen azt választod, amelyik neked az értékrendednek megfelelően szimpatikusabb. Nos, én köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor szokás szerint nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!